Mérésekkel, szűrőprogramokkal és finom ételekkel vártak szombaton azokat, akik szeretnének egészségesebben élni, vagy éppen valamilyen problémájukra keresnek gyógymódot. Dr. Zöld Lászlóné, az Egészséges Baja Városért Közalapítvány titkára elmondta, igyekeztek egy sokszínű programot szervezni, ahol a megelőzésre és a gyógyulásra egyaránt nagy hangsúlyt fektettek. A szokásos szűrőprogramjaink zajlanak, de ezen kívül most két olyan program is van, ami ritkában szerepel a repertoárunkba. Ez a bőrgyógyászati vizsgálat, hiszen ez szombaton van, és nagyon nehéz olyan személyt találni, aki pluszban lenne bőrgyógyász. Tehát most a Dr. Pető Éva főorvosasszonyt sikerült megnyerni, ő vállalta el ezt a mai napot. Ezen kívül EKG vizsgálatot is be tudtak iktatni a programba, tette hozzá Dr. Zöld Lászlóné. A városvezetés fontosnak tartja, hogy legyenek olyan rendezvények, ahol az emberek ingyenesen, sorban állás nélkül tehetnek az egészségükért. A bajai önkormányzat számára azért fontos ez a rendezvény, mert nem hagyhatja hidegen azt, hogy milyen a lakosságának az egészségügyi állapota. Azt tudjuk, hogy a kórházakban nagyok a várakozó listák és a várakozó sorok. Nagyon fontos az ilyen civil kezdeményezés, ahol nem azt mondom, hogy egy teljes körű kivizsgálás, de valamilyen szintű kivizsgálást meg tud szerezni a helyi lakosság, és el tud jönni, és esetleg egy közösségi térben együtt tud beszélgetni, egészséges élet, étkeket fogyasztva. Azt gondolom, hogy nem mindenki engedheti meg magának, hogy egy ilyen szűrővizsgálatra bejön a kórházba órákig, és itt egy ilyen kötetlen rendezvényen többféle szűrővizsgálatot elvégeztethet magán, és az egészségvédelem szempontjából nagyon fontos, főleg 40 éves kor után, mint ami nekem is most már így időszerű, de nagyon sok nyugdíjas megjelent, fiatalok is, és ez minden életkorban azt gondolom, hogy nagyon fontos. A rendezvény résztvevői kérhettek talpmasszást, jelentkezhettek állapotfelmérésre, valamint egészséges és ízletes kóstolókat és recepteket is kaphattak. Zabos ételeket hoztam, azt szerettem volna bemutatni, hogy egyféle alapanyagból mennyiféle ételt lehet készíteni, és itt a zappehelylisztet, a zappehelyet és magát a zapszemet próbáltam felhasználni édes és sós formában, illetve arra hoztam még opciót, hogy akár egy zabból egy tál ételt, egy ebédet, egy egészséges rostudús ebédet lehet készíteni, illetve a gyerekeknek, vagy akár felnőtteknek is kekszekkel kis étkezéseket ki tudunk váltani. A legtöbben asztalról asztalra haladtak, hogy minél több információt szerezzenek egészségük érdekében. Nagyon sok mindent megvizsgálnak, például ugye az MR-vizsgálat is itt van nem messze, akkor finomak az ételek is, tehát ilyen gluténmentes, cukormentes és még nagyon sok mindenmentes finomságokat kóstoltunk. Nekem nagyon fontos, én most már olyan 15 éve ebben foglalkozok, mert elmentem nyugdíjba, azt mondtam, most az egészség a legfontosabb, ennél fontosabb nincsen. És megismerkedtem a Zsuzsival, és ez egy ilyen szénhidrátmentes termék, hát tudod, én is már régóta cukorbeteg vagyok, és odafigyelek magamra, és nagyon fontos, hogy az ember mit eszik, rengeteg zöldséget eszek, húst is szeretem, de most már azt egy kicsit hanyagolom, és akkor így próbálok megőrizni egy kicsit még az egészségemet. Az egészségnapon szakmai előadásokkal is készültek a szervezők. Dr. Miskó József és Dr. Mojzes Mária az öregedés témakörével foglalkoztak, Halmelinda pszichológus pedig a fiataloknak igyekezett válaszokat adni a korosztályukat érintő kérdésekben. A programon közel 200 érdeklődő vette igénybe az ingyenes szolgáltatásokat.